A középiskolás diákokat és a vendégelőadót Kocsis József történelemtanár köszöntötte, aki ismertette, hogy Európában is ismert választási szakértői már 5. alkalommal látogatott el a Szerencsi gimnáziumba, hogy a végzős, valamint az idén választójoggal rendelkező fiatalok felelősségteljesen éljenek alkotmányos jogukkal. Az előadó ismertette, hogy az idei esztendő a választások éve lesz, hiszen 3 alkalommal járulhatnak az urnák elé a választójoggal rendelkező hazai polgárok. Első alkalommal április 6-án országgyűlési képviselőket választhatunk, ahol a határon túli magyarok is leadhatják a szavazataikat, ha teljesítették a jogszabályban előírt feltételeket. Tóth Zoltán hangsúlyozta, hogy 4 évente van lehetőségük véleményt nyilvánítaniuk az embereknek arról, hogy elégedettek-e a politikai pártok tevékenységével, a képviselők munkájával. A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a felelős döntéshez tájékozódniuk kell a polgároknak, tanulmányozni kell a jelölő szervezetek programjait, informálódni szükséges a legfontosabb célkitűzéseikről, amelynek alapján kell meghozni a döntéseket. Tavasszal 8 millió választópolgár járulhat majd az urnákhoz, az idén az új választási eljárásról szóló törvény alapján egy fordulóban létszámban jelentősen csökkent. 199 főből álló magyar országgyűlés 106 képviselőjéről egyéni körzetben döntenek majd az emberek. Április 6-án a magyar országgyűlési képviselők választására kerül sor. A parlament létszáma 199 fő lesz, 103 egyéni választókerületi jelölt közül válogathatunk, illetőleg 93 országos listás parlamenti hely is keletkezik. Ennek a parlamenti létszámváltozáshoz igazodóan átrajzolták a választókerületeket. Konkrétan Szerencs megszűnt egyéni választókerületi székhely lenni, és javarészt a tiszaújvárosi választókerülethez csatolták. Ez azt jelenti, hogy 2-szer annyi lakos tartozik egy választókerülethez. Ennek egy gyakorlati következménye, hogy sokkal több szavazatot kell elérni ahhoz, hogy egy párt országgyűlési képviselői helyet is szerezzen. Az országos listás mandátumokat annak arányába osztják el, hogy az adott párt mennyit ért el április 6-án a szavazatokból, és ennek megfelelő arányban tölthet be parlamenti helyeket. Jelentős változás, hogy korábban 2 fordulós volt a választás, azonban az idén az első fordulóban már eldőlnek a mandátumok. Mi ennek az üzenete a választópolgárok felé? A választópolgárok ezt most fogják megtanulni, ezt a rendszert, mert 2 évtizedig hozzászoktak, hogy az első forduló egy selejtező, majd a második fordulóban a 3 legtöbb szavazatot elért jelölt indul. Ez most nem így van. A választópolgároknak előre el kell dönteni, hogy milyen esetleges pártkoalíciót fogad el. A 2 nagy párt, mind a 2 létrehozta már a sajátját, a Fidesz a KDNP-vel, az MSZP 4 kisebb párttal kötött szövetséget. Lényegesen lerövidült a kampány időszaka, 50 nap lett, február 15-ével veszi kezdetét hivatalosan a kampány. Bő 2 hét áll mindössze rendelkezésükre, hogy az egyéni választókerülethez jelöléshez szükséges 500 ajánlást összetudják gyűjteni az ajánló íveken. Ezt követően, már akkor nevesítve, hogy kik az országgyűlési egyéni képviselők, folytatódik tovább a kampány, és április 6-án pedig szavaznunk kell, esze szerint, vagy szíve szerint, vagy lelke szerint, ki hogyan gondolja. A tavaszi választások sorában májusban következnek az európai parlamenti képviselőkről történő döntés, akikről az Európai Unió 28 tagországában 480 millió ember határozhat. A 700 fős parlamentben 21 magyar képviselő juthat majd mandátumhoz. Azon pártok mérettetnek majd meg, akik a magyar parlamentbe kerültek. A leadott szavazatok száma alapján kapnak majd jelöltjeit megbízatást a tisztségre. Ősszel pedig a helyi ügyek intézésével bízhatják meg a településen élők a polgármestert, a testület tagjait, valamint a nemzetiségi önkormányzatok képviselőit. Előadása végén 2 kor gyermeke, a Demokrácia Szolgája a Hatalom Kritikusa című önéletrajzi interjúkötetét nyújtott át Gál Andrásnak, a középiskola igazgatójának.